Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ma megérinthetjük az eget. Nagyon szeretem a reggaeton hangzást. Ugye tavaly volt a Rólad szól című dalom, ami megjelent is nagyjából egy napon említhetőek. Úgy voltam bele, hogy én amikor ezt a dalt megírtam otthon, akkor én ezzel tudtam kvázi elbúcsúzni a tavalyi év nehézségeitől, kérdőjeleitől. Ugye restart gomb szimbólum jut most így eszembe, ami így akkor így feltűnt, ezzel tudtam lapozni. Szerintem az az egészséges, most már ez egy ilyen több éves tapasztalatom, hogyha a berkés olivéres hangzást azt úgy kvázi nem hagyom el. Igyekszem minden évben viszont kitekinteni. Tehát a komfortzónából kilépve, ez most pont egy ilyen megnyilvánulása ennek a gondolatmenetemnek, de lesz berkés olivéres hangzású és témájú dal is idén. Én ilyenkor kóstolgattam az új közönséget, az, hogy ki hogyan reagál az új dalokra, illetve tényleg nem szerettem volna nyára egy ilyen másodfokú egyenletet tartalmazó dalt. Tényleg azt szerettem volna, hogy az emberek tudjanak akár fröccsözni erre a dalra, boldogok legyenek tőle is, és legyen olyan 3 perc, amíg ezt a dalt meghallgatják, hogy inkább mosolyognak, mint sem, hogy gondolkodnak a dalon. Változunk, de van, ami örök, ha törnek a poharak, csúsznak a körök, jól vagyok, és senkivel nem cserélek. Én annyi támpontot adtam Lehónak, ugye, aki a rendező meg az operatőr a klipnek, hogy Miami Vice-os színvilág legyen jó sok szín benne, illetve a hangulat az úgy tükrözze ezt az inges, laza lezserséget, ami a Miami Vice filmekben vagy sorozatban szokott lenni. Volt, ami volt, lesz, ami lesz, újra indítom az agyam. Én ma nem ígérek semmit, de ahhoz tartom magam. Egy kis kulisszatitok talán az, hogy az én kiskutyám a Clooney is szerepel a klipben, amit én már nagyon régóta szerettem volna megvalósítani, csak ugye nagy általánosságban romantikáról, szerelemről, szakításról és mélyebb dolgokról szólnak a dalaim. Ebben viszont elfért az a kis gag, kis poén, hogy a kiskutyám is benne szerepelhetett. Csak rád van szükségem, hogy itt légy mellettem, bármit megteszek. Most 2 dalon dolgozom itt szimultán, lesz szerintem egy augusztus végén, vagy szeptember elején, és október-november környékén még egy. Én nagyon remélem, hogy még 3 megjelenik, szeretnék december egy ilyen extra ráadást is kihozni, ez még eldől. És hála az égnek, lekopogom, de rengeteg koncert van, úgyhogy szinte minden hétvégén lehet találkozni a nagy zenekaros felállásommal az ország minden szegmensében.